A mai adást az Inspibox támogatta. Inspibox. Élményekkel tele. Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek titeket itt a Kreatív Pihenő Facebook csoportban is. Instán is tudtok követni, Csorbanita a felhasználó nevem, ott találjátok meg mindig a két órai adást, háromkor pedig az Inspirációk Élmény Stúdió oldalán tudjátok még Instán nézni, most megújult az Instagram felülete, úgyhogy az élők is visszanézhetőek, bekerülnek a feedbe, úgyhogy ott is akár vissza tudjátok nézni ezeken az oldalakon a korábbi adásokat, de természetesen itt a Facebook csoportban is, illetve ugye a Kreatív Pihenő YouTube csatornára is feltöltjük, már arra készülve, hogy hát ugye hamarosan közeledik a nyári szünet, akkor talán még több időtök lesz alkotni, úgyhogy akkor bőven tudtok szemezgetni. Most már eddig 284 dolgot készítettünk, ugye ez a 10. hét itt a Kreatív Pihenőben, hát ebből azt gondolom, hogy bőven lesz egész nyáron szemezgetni való. Rengeteg kreatív ötletet hoztam, és mai napon is 2-3 ötletet fogok mutatni, remélem, hogy velem együtt alkotjátok meg. Ugye ez a hét az origami hét, úgyhogy most is 3 origami ötletet hoztam, és jelezzetek, hogy ki van itt velem, ki áll kész a hajtogatásra, alkotásra. Sziasztok, írjátok meg a keresztneveteket. Volt hang, csak rossz. Oké, kapcsolunk egy jobb hangot. Úgyhogy kérek mindenkit, aki most élőben néz, írjon itt a Facebook csoportba, hogy hallotok-e. Nagyon várom a visszajelzést, hogy minden rendben van-e a hanggal most. Ugye most fölkapcsoltuk a mikrofont, úgyhogy írjátok meg nekem, hogy minden okése. Ha bárki elkészíti az alkotásokat, természetesen posztolja, mindig nagyon-nagyon várom, hogy beküldjétek, és használjátok a Merj Alkotni hashtaget, hogyha Instagramon osszátok meg. Na, látom, hogy jó a hang. Szuper, szuper. A mai alkotásokhoz papírra lesz szükség, inkább azt nézem, hogy mindegyiknél négyzetes, tehát hogyha van ilyen, eleve valamilyen négyzetes papírotok, akkor abból érdemes elkészíteni, de hát ugye egy pillanat alatt tegnap megmutattam, könnyen négyzetes papírt lehet varázsolni, úgyhogy akkor abból majd varázsoljatok négyzetes papírokat. Jó, hogyha késznél van egy kis ragasztóstift, illetve egy fekete filc, ezekre lesz szükség. Üdvözlöm Pálmát, Sofit, Odettet, Bálintot. Nézzük, hogy még ki van itt. Mindenki írjon, aki itt van, és közösen alkot velem. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel üdvözlök itt a Kreatív Pihenőben. Ez a 66. Inspilecke, és el is mondom, hogy miket fogunk ma csinálni. Hajtogatunk egy varázsborítékot, ebbe bármilyen kis levelet, ajándékot el lehet helyezni, vagy egyszerűen csak valamilyen kis dekorációnak is lehet használni. Ez lesz az első, amit elkészítünk. Utána készítünk egy nagyon jó pofa kis origami halacskát. Tegnap már csináltunk pár halat, úgyhogy bekerül majd a halacskák táborába ez a hajtogatásunk is, illetve egy kis egérkét fogunk még hajtogatni, úgyhogy ezekre számíthattok majd itt a mai adásban. Na, nézem itt magamat, közben látom, hogy még egy kicsit borzos a hajam, de most nem sikerült olyan szépen megcsinálnom, de majd holnapra igyekszem kijavítani. Na, akkor az első az egy boríték lesz, és akkor egy négyzetes papírlapot vegyetek elő. Így, és egyszerűen, ugye, ahogy tegnap is egyébként kezdtük az egészet, hajtsátok úgy félbe, hogy az átlója legyen, tehát egy-egy háromszöget készítsetek, félbehajtjátok, kinyitjátok, és a másik átlóját is elkészítjük, úgyhogy a másik irányba is szépen hajtsátok meg. Szia Petra, te is megérkeztél, nagyon örülök nektek. Mindenkinek nagyon örülök, aki itt alkot velem. Na, ha megvagytok ezzel a két átló elkészítéssel, akkor fogjátok, hajtsátok ki, és úgy kell ezt most fölhajtani. Az elsőt, mindjárt mutatom az első hajtást, ennek nagy szerepe van, hogy ez pontos legyen. Hogy fogjátok, és a négyzetes papír egyik csücskét úgy hajtjátok föl, hogy körülbelül egy 2 centit túllógjon a közepénél, és pontosan a hegye az átlóra essen. Így fogtok párhuzamosat kapni ugye ezzel az átlóval, tehát amikor fölhajtjátok, nyúljon túl egy olyan 2 centit
a közepénél, és pontosan a csücsök az átlóra essen, és így egy gyönyörű párhuzamos vonalat kaptok. Így is hagyhatjuk ezt, annyi kiegészítéssel, hogy a csücsköt vissza kell hajtanunk addig, ameddig a kereszt átló van, tehát eddig vissza kell hajtani. És itt is vigyeljetek arra, hogy ez a csücsök az átlóra essen szintén, és így lesz megint ez egy párhuzamos vonal ezzel. És ezt kell megismételnünk mind a négy oldalon. Itt most már arra kell figyelni a második hajtásnál, hogy tehát az óramutató irány egyik irányába induljatok el, és folyamatosan kell fölhajtani, tehát nem a szemköztivel kezdjetek, hanem az egyik mellette lévővel, és a csücsköt ugye ugyanúgy az átlóra helyezzétek el, viszont most már nem random 2 centire, hanem pontosan addig, ahol a másik papírunk lehajlik így. Ennek is szépen a tetejét visszahajtjuk az átlóig, és mutatom már is, hogy hogy kell kinézzem. Így. Most jöhet a harmadik oldal, fölhajtjuk itt is az átlóig a papírt úgy, hogy a csücsök pont találkozzon itt ezzel a kis lehajtással. Látjátok? Tehát pont az átló mentén ugyanaddig menjen, mint a többi tart, és most visszahajtjuk. És hát nincs más hátra, mint a negyediket is meghajtani. Már alakul a boríték kinézete, de ahhoz, hogy teljesen zárt borítékunk legyen, egy utolsó lépésre van majd szükség. Most először meghajtom a negyediket is, és mutatom, hogy hogy néz ki. Na, nézzétek, most egyelőre így néz ki. Ugye ez volt a negyedik csücsök. Fölhajtottam pontosan addig, és visszahajtottam. És most van a trükkös rész, az előző behajtás oldalát szépen óvatosan ki kell emelni, és ennek az alját, az utolsó oldalnak az alját óvatosan betenni alá. Na, ezt szemből muszáj csinálnom, hogy lássam, hogy mit csinálok. Igen, nem az előző alá kell berakni, hanem az első alá. Mindjárt mutatom. Tehát ahogy körbértetek, az első lap alá az utolsó oldalát be kell hajtani, és így készül el ez a kis titkos boríték, amiben ugye bármit el lehet helyezni. Hát, hogyha ki akarjátok nyitni, akkor ugye így tudjátok megtenni, és ide lehet akkor valamilyen kis lapos tárgyat, levelet, vagy akár pénzt rejteni. Vissza úgy tudjátok csomagolni, ahogy hajtottátok, hogy elindultok, lehajtjátok az elsőt, másodikat, harmadikat, negyediket, és a negyediknek az elsővel találkozó oldalát óvatosan beigazgatjátok alá, és így záródik le ez a kis varázsboríték. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon aranyos, ezeket a kis felső részeket akár ki is lehet dekorálni, akár valamilyen kis más színűre rajzolni, lehet rá glittert ragasztani, rengeteg lehetőség van, de természetesen magát a papírt is, mielőtt meghajtogatjátok, ki lehet dekorálni. Na. Még a tetejét akkor én kiszínezem 2 különböző színűre, hogy egy picit én is kidekoráljam, és akkor megmutatom nektek a végeredményt. Ilyen kis csinos borítékot lehet ezzel a technikával hajtani. Ha valaki lemaradt, akkor nyugodtan majd tekerje vissza az élőadás végén a videót, és meg tudja nézni. És ebben nagyon jó kis ajándékokat lehet rejteni. A második inspiráció a mai napra, az egy halacska lesz, és hát na milyen színű halacskát csináljak, legyen mondjuk piros. Ja, mondtam, hogy ehhez is négyzetes papír kell, itt már majd jöhet az elnevezés. Hagyjátok félbe úgy, hogy szintén egy háromszöget kapjatok. Ha megvagytok a félbehajtással, akkor jöhet a beszeletelés óvatosan,
Körülbelül 2 cm-es szeletekre vágjátok a papírt, de úgy, hogy alul egy olyan 1 cm-t meghagytok, tehát ne vágjátok végig. Ne legyen, ne különálló szeletek legyenek, hanem szépen, önállóan vannak az elején, de fölcsatlakoznak a hal gerincére. Így végig szeleteljük a halacskát. És hogyha megvagytok vele, akkor egy ilyen kinézetet kell kapjatok. Egyre hosszabbodó levelek vannak, amik a halnak a testét fogják képezni, és már is mutatom, hogy hogyan. Szépen fogjátok, és ezt nézem. Igen. És középre kell ragasztani ezt a 2 szálat, mindjárt mutatom, és mint egy ilyen fonásban egyszer a jobbat, egyszer a balt, és így el kell kezdeni fölfelé menni vele. Na, megmutatom inkább. Először is akkor az a tuti. Az a biztos, hogy a szálak végeit meg kell ragasztózni. Az utolsó 3 szálat azt nem, ne ragasztózzátok meg. Azokat nem fogjuk fölhajtani, viszont az elsőtől kezdve mindegyiket igen. Tehát először a jobbról veszünk egy szálat, és úgy hajtjuk föl, hogy a közepéig megyünk el. Na, mindjárt mutatom. Így. Jobbról hajtunk föl egy szálat, és ráhajtjuk a másikat. Utána balról, utána megint jobbról, és ráhajtjuk a másikat, és így haladunk végig, mint egy ilyen kis fonással, fonásos technikával az egészen. Ha úgy érzitek, hogy kicsit várni kell, hogy száradjon, akkor nyugodtan várjatok egy picit a felhajtások között, vagy használjátok erősebb ragasztókat. Jobbról balról hajtogassátok föl a szálakat, és így fog kialakulni egy halacska. Ahogy ugyanis ugye rövidülnek a szárak, egyre rövidül a halacskának a mérete is, és így fogja kiadni ezt a halformát nekünk. Úgy ügyesen csináljátok, hogy szépen szimmetrikus maradjon. Na, mindjárt elérkezek az utolsóhoz. Jaj, nem annyira erős a ragasztom. Lehetne kicsit erősebb, és felugrálnak nekem a szálak. Na jó, akkor egy kicsit bevetjük a ragasztópisztolyt. Igen, ezekből az iskolai ragasztókból különböző erősségűek vannak, és ez most egy picit ilyen gyengébb kötőerejű. Na, de orvosoljuk a problémát. Így, né? És akkor még van 2 szál. Remélem, hogy ti is csináljátok a sajátotokat, küzdjetek ezeknek a halszálkáknak a felhajtogatásával. És szépen ki is alakult ez a halacska minta. Még majd rajzolunk neki szemet, és száját, hogyha akartok, de már így is nagyon-nagyon jól látszik, hogy olyan, mint egy ilyen balatoni hek szerintem. Nagyon jól néz ki. Na, hát jöhetnek a névötletek. Balatoni hek. És hát szemnek ugye tetszőlegesen tudtok kis csukott szemet, szempillával rajzolni, nyitott bamba szemeket, karikát. Hát rajzoljatok valamit, ami tetszik nektek. Na, én is rajzoltam akkor a balatoni heknek valamit. Na nézzük, hogy
hogy milyen nevet adtok neki. Ez a második inspiráció a mai napon, látom, hogy Bianca kérdezi. Az első az egy izgalmas kis borítékötlet volt, úgyhogy ezt majd visszatekerve meg tudod nézni. Jöhetnek a névötletek a halacskára, és közben elkészítjük a harmadik inspirációt, ami egy egérke lesz. Legyen egy kék egérkénk. Igazából ekkora méretű négyzetes papírból is jó. Ebből elég óriási egérke lesz, tehát az élet nagyságnál nagyobb egérke, úgyhogy én arra gondoltam, hogy kisebb egérkét gyártok, ezért félbehajtom és félbehajtom a négyzetes papíromat, és leszeletelem kicsi négyzetesre, hogy kicsi egérkét tudjak készíteni, mert szerintem sokkal-sokkal aranyosabb. A lényeg, hogy négyzetes papírból indulunk ki, és itt is az első lépés a félbehajtás lesz, ugyanúgy, hogy háromszöget kapjunk, tehát az átló mentén kell félbehajtani egyszer, illetve még egyszer kinyitás nélkül. Tehát itt van a négyzetes papír, félbehajtottátok, és félbehajtottátok. És akkor innentől kezdve gyakorlatilag már csak egy picike lépés, egy ragasztás van, ugyanis össze kell ragasztanunk itt ezt a belső részt, és ehhez én ragasztópisztolyt használok, papírragasztó is jó, csak ugye lassabban köt. Úgyhogy először összeragasztottam itt ezt a belső két papírt, hogy ne tudjon így szétnyílni, és hogyha már úgy érzem, hogy fix, még itt is össze fogom ragasztani a kettő között, itt középen, így lesznek majd, csak hogy mutassam, hogy lássátok, az egérke fülei, úgyhogy egy ragasztópöttyöt ide is teszek, és azt is megvárom, hogy megkössöm. Na nézzük, van-e addig valamilyen kérdés, illetve hogy milyen ötletet adtatok a halnak. Haligali, fodri, balcsi-halcsi, spagetti, halcser. Henny a hek, harcsi, heki, halcser. Na, hát ez jó sok jó pofa név. Legyen Haligali a neve, föl is írom. Haligali. Na. Ezzel akkor meg is volnánk. Ez is közben megszáradt. Igazgassátok egy picit meg, így szélesítsétek ki ezeket a kis füleket. Gyakorlatilag ezzel készen vagyunk, hogyha kiigazgatjuk. Ugyanis egy ilyen kis orrocskát kell rávágni, akár vágtok rá egy kis papírkört, akár hogyha van pompomotok, abból is lehet vágni. Nagyon kis szép glitter és dekorgumit találtam, úgyhogy ebből vágom rá az orrocskát. De például, amit szoktam javasolni, alufólia golyóból is nagyon szép orrocska készülhet. Ezen kívül, amire szükségünk van, még egy kis szem. És mivel egy ilyen sötétkék papírból készítettem most el az egérkét, ezért fehér papírból fogom elkészíteni a szemet, hiszen erre nem igazán fog jól a filctól. Na. Lili örült a Haligali elnevezésnek. Örülök neki akkor én is. Na, kivágok két karikát. Ti is tegyetek így, és ezeket ragasszátok ide a belsejére. Mindjárt mutatom pontosan hova. Még természetesen erre kell majd rajzolnom tekintetet, pupillákat, de most egyelőre így néz ki. Na és akkor jöhet egy kis pupilla. Itt van ilyen kis csillogó dekorgumi. Akkor ebből fogom most kivételesen vágni a pupillát, nem fölrajzolom. Ez pont nagyon jól passzol a kék színű testéhez. Úgyis, hogyha megvagytok, akkor ti is vagy rajzoljátok föl, vagy egy picit nagy ez még, vagy ragasszátok föl a szemet.
picit túl nagy volt még a pupilla, és nem látszódott ki a szemgolyó, szóval ez nem annyira jó. Egyik. És akkor vágok egy újat. Másik. Na. Közvéleménykutatást gondoltam végezni. Kinek meddig tart az iskola, tudjátok-e már? Hányadikáig fog tartani? Azért kérdezem, hogy mennyi, hányadikáig legyen majd a kreatív pihenő. Ugye azt beszéltük meg rögtön az elején, az otthonmaradós időszak elején, hogy addig tartom, ameddig vagy vissza nem kell menni a suliba, vagy el nem jön a nyári szünidő, és hát most úgy néz ki, hogy a nyári szünidő fog előbb eljönni, úgyhogy írjátok meg nekem, hogy kinél hányadikáig tart az iskola. Központilag van, de hogy így mit tudtok róla? Lehet, hogy ott kiadnak szabadságot, ugye a 15-e hétfő, ez már lehet, hogy sokaknak nem lesz iskola. Igen, és ez az, ami érdekes. Na, itt van az egérke, nevezzétek el, kíváncsi vagyok, hogy hívjátok, adjatok névötleteket. Az egérke nevéről a következő videóban döntünk, úgyhogy 3 órakor újra szeretettel várlak titeket. Tartsatok velem akkor, és hozzak 3 újabb izgalmas inspirációt. Szép kreatív napot!